Egymás után érkeztek a szirénázó mentőautók a Kragujevaci Műszaki Felújítás Intézet épületéhez, ahol szerda délután robbanás sorozat történt a fegyverleszerelési részlegen. Az épület felett kiterjedt füstfelhő volt látható. A robbanásban keletkezett lángokat a helyszínre kivonuló tűzoltóknak sikerült megfékezni. A helyszíni beszámolók szerint a detonációk olyan erejűek voltak, hogy az egész város területén beremegtek az ablakok. A robbanásban megsérült személyek közül senki sincs életveszélyes állapotban. Őket jelenleg a Kragujevaci Klinikai Központban kezelik.